Foglaljatok helyet, leülünk mindannyian meg, de mindenből valaki áll. Mindjárt az elején azt el kell mondjuk, hogy itt mind a hármunknak valamilyen féle tanítványi-tanári kapcsolatunk van Imrével. Nekem talán nem annyira szoros, de nagyon sokáig morfondíroztam, hogy elmeséljem-e az első találkozásomat Imrével. Na most ahogy én feltérképeztem, hogy egy családban vagyunk, elmerem mesélni. Én énekszakos főiskolás voltam, amikor Imre bejött helyettesíteni egy zenetörténet órát. Erre szerintem nem emlékszem. Mi ott ültünk, mert megszoktuk, hogy a zenetörténet óra az, ami alatt megírjuk a házi feladatot, meg esetleg még aludni is lehet. Ugye a szimfónia első tételénél az ember leteszi a fejét, a negyediknél meg fölébred, és akkor ott folytatja, ahol volt. Bejött Imre, nem emlékszem, hogy mi volt pontosan. Egy fényképet kivetített, valamilyen ária volt, nagy, dús opera énekes nő, hát mi ott rezignáltan ültünk, Imre rendesett ugye le, föl, galoppozott, és aztán elhangzott ez a kulcsmondat, amit azóta is emlegettünk, ez 30 éve történt, figyeljék az énekesnőt az ezdúros kebleivel. Na itt tudtuk, hogy ez egy másfajta zenetörténet oktatás. Én nekem ismerős volt ez az Imre, de neked ismerős volt-e ez az Imre, akit ott láttál? Te magadra ismertél ebben a filmben? Muszáj volt, de valóban, ahogy ott mondtam is, hogy mindig az vezérelt, hogy nekem nagyon tetszik a komolyzene, és nagyon sok embernek meg nem tetszik. És nagyon soha nem értettem meg, hogy lehetséges ez, hogy nem tetszik az, ami nekem tetszik. És igazából elébb jött az egész tanárpályán, és most is, ahogy most te visszidéztél, hány évet? 15? Hogy most is, ha a Facebookon valaki úgy bejelöl, ilyen régi 10-20-30 évvel ezelőtti, mindig azt mondják, hogy arra emlékeznek, hogy nekem mennyire tetszett az, amit tanítottam. És ennél nagyobb dicséretet soha nem kaptam, hogy ha valaki azt egy diák megérzi, hogy úgy adja az ember, hogy hitelesen, viszont amennyire csak lehet hitelesen, ugye? Mert el lehet ugrálni ezt, amit most itt néztünk, ezt a Mozart Ezdúr szimfóniát is, úgyhogy én ráugrálok, aztán éppen csak nem stimmel hozzá, ugye? Úgy el lehet mondani egy verset is, hogy igazából a vershez nem sok közem van, csak elmondom. Tehát az, hogy bennem él a komoly zene, ezt valaki észreveszi, és most ezért nagyon szépen köszönöm a Ferenek és az Olinak, akik tanítványaim voltak, egy egyszerű sima énekóra kapcsolatában a Szent György iskolában, és nekem különösebb élmény volt az, hogy filmes osztályban voltam, és nem is gondoltam akkor a Szent Györgyiben, hogy majd egyszer ők invitálnak meg engemet egy filmhez. Fiúk, honnan jött az ötletben? Hát kicsit álságos az a kérdés, mert egyrészt tanított benneteket Imre, másrészt nyilván a könyvtári kapcsolat is. Na de azért addig a pontig el kell jutni, hogy összenézetek, és azt mondjátok, hogy hát itt a Gini, hát csináljunk egy filmet róla. Tehát hogy ez a pont, ez mi volt? Hát ez körülbelül pont ez volt, amit elmondtam. Tehát, hogy igen, Zalival sokszor gondolkodunk azon, hogy kiről szeretnénk, vagy kiről érdemes portréfilmet készíteni. És alapból érdekelt minket ez az élménypedagógia. Ugye Fűszfa Balázs tanárról is már készítettünk egy ilyen filmet. És Imrét ugye tényleg a középiskolában ismertem meg. Most teszek itt zárójeles megjegyzést, elmesélek két történetet, ami az Imréről megmaradt. Szerintem még neki sem mondtam. Az egyik az volt, hogy Szent György Albert középiskolában két dologra emlékszem az Imrével kapcsolatban. Az egyik az volt, hogy igen, pontosan mi zenéket hallgattunk folyamatosan, és nagyon tetszett az, hogy utána megkérdezte, vagy folyamatosan kérdezte, hogy milyen érzéseket és mit vált ki belőlünk. Tehát kíváncsi volt a véleményünkre, hogy milyen érzéseket élünk át a zene közben, és mivel filmes osztály is voltunk, kérdezte azt, hogy milyen jelentősorokat tudnánk esetleg elképzelni alatta. Ez volt az egyik. A másik pedig az, hogy évvégén énekelni kellett az Imrénél, három darab népdalt kellett énekelni, és hát én is sorra kerültem, és hát nekem fantasztikus hangom volt már akkor is. És
emlékszem, elénekeltem a három népdalt, és mondom, fú, hogy úristen, mi lesz ebből, de az Imre azt hozta ki belőle, hogy nagyon jó, hogy megtanultam a szöveget, kívülről tudtam a szöveget, nagyon jó volt a dallama, és voltak benne eltalált hangok is. Hát igazából ez a két történet így megmaradt a középiskolában, és utána pedig tényleg így az Imre, amikor megkeresett minket a Berzsenyi Dániel könyvtárban, nagyon nagyszerű dolog volt szerintem az, hogy tényleg először a kis teremből indultunk, egy 30-40 fővel, és végül a nagy terembe kellett felmennünk, mert tényleg 80-100 fő volt ott a könyvtárban a látogatottság az Imrének, és hát folyamatosan az emberek mondták szóról szóra a városba is, hogy van egy ilyen előadás. Úgyhogy talán válaszoltam a kérdésre, nem tudom, de tényleg ez az élménypedagógia az, ami nagyon-nagyon érdekelt minket, így leginkább erre voltunk kiegészve. De ha másképp emlékszel, akkor válaszol. Szóval is meghallgatjuk. Köszönöm. Hát nagyon örülök, hogy ennyien kíváncsiak voltak a filmre, és nagyon szépen köszönjük, nyilván ez az Imrének szól elsősorban. Nagyon-nagyon szeretjük az Imrét, és tényleg fantasztikus életmű van mögötte, tele sikerekkel, meg hát tanított minket is. Tehát azért a pedagógiai kudarcok is tettel érhetők mi személyünkben, de középiskolában tényleg nekünk ez egy élmény volt, és minket tényleg nagyon izgat filmesként, hogy egyébként ő jobb filmes, mint amilyen az ének vonalon nekünk bejön, de hogy igazából valamit próbált, tehát hogy szerettünk volna valamit visszaadni abból, amit kaptunk, hát nem énekeltünk, és szerintem mindenki jobban eljárt azzal, hogy inkább ahhoz fordultunk, amit talán egy picit jobban tudunk. És nagyon örülünk, hogy ez a film elkészülhetett, mert hogy tényleg nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ez az egész módszer, meg az ő személyisége megörököljön. Amikor én először megnéztem a filmet, akkor ugyanez a párhuzam jutott eszembe, hogy Küszöb Balázs élményközpontú irodalom tanítás, és Imrénél is, de valahol meg azt gondolom, hogy ez olyan ambivalens, hogy azt mondjuk a zenehallgatásra, hogy élményközpontú. Hát nem lenne ez evidens? Tehát miért kell nekünk ezt még megtüzelni egy ilyen jelzővel, amikor azt gondolom, hogy a zenetanításnak, az éneklésnek, a zenehallgatásnak eleve alapkövetelménye, hogy élmény legyen. Miért kell, vagy miért jutottunk el ideimre, hogy ezt a pluszt hozzá kelljen tenni ahhoz, hogy zeneoktatás? Nekem van egy nagy álmom, hát már nem lesz belőle semmi, csak álom marad, hogy komoly zenei diszkókat szeretnék szervezni. Ez komolyan, akkora sikerre lenne, hogy nem igaz. Komolyan, hát ez többször tapasztaltam, hogy ez bejött, csak ugye az ember fél hát ilyeneket hirdetem, azzik, hogy nem történik. De tényleg így van, hogy táncolni mindenki szeret. A lábával bármit megtesz, vagy fejem pörgetve bármit megtesz. A kezével meg semmit. Ugye, amit mutattam, hogy a lélek érzékenysége az a szavakban vagy versekben kijön, meg a kézben. Tehát zenében simogatni, kézzel simogatni, ezt a zenével meg lehet tanulni nagyon finoman. Egy nagyon finom, gyönyörű lassú kételben. Eszméletlenül bele lehet tanulni a simogató finomságban. A dacba is, ugye? A tragédiába is, a drámába is, meg a szerénységbe is. És ez egy akkora hogy mondjam, gyönyörűség a zene, mindenféle zene, nyilván, de most akkor a zenéről beszélünk, hogy talán egy picit agresszívabb a tánc, ugye, agresszívabb ugye, a mai fiatalok tánca, amit én már nem is tudom, hogy már milyen fajta, de ugye az inkább egy picit mindig az, hogy magamat kihagyjam, amit csak tudok, kitombolja magamat, ugye, és ettől igazából van az, hogy tanítani kéne a komoly zenét. Még régen, még egy tánccal eljátszottam, és táncoltam, és megfordultam, és újra táncoltam, és ment. Ez a ringás, ez benn volt a testemben. Most már nincs ment. Most már egy menettet, vagy egy gavottot, nem járunk, nem táncolunk el, meghallgatunk. Hogy táncolták? Hát, ott van a zenében.
Azt meg kéne tanítani, ugye? És azt, hogy újra összeraknánk a zenét és a mozgást, akkor, akkor szerintem reneszánsz lehetne a komoly zenének. Gondolom én. Most azt megkérdezni, hogy miért van ez így, hát nem igazán lenne szerintem helyén való, hát mindenki tudja, hogy körülbelül hol tart a magyarországi énekzeneoktatás, hova, nem mondom ki ezt a szót, hogy süllyedt, hanem hova került. Én egyébként ugye kísérleti gyerek voltam a zeneiben, mi még így tanultunk, tehát mi még dótörpésztünk, mi még mozogtunk, ezeket csináltuk, és nem gondolom, hogy ezt mondjuk egy, amikor úgy hívtuk, hogy normál általános iskola, ne lehetne megcsinálni, ez kiderült a te Dési iskolás lakótelep iskolában végezik kísérletedről, és ami nekem nagyon érdekes volt és feltűnt, hogy három szólamban három kislány énekelt. Ma ott tartunk, hogy már egy kánont elénekelni is gyerekeknek, szerintem őrült nagy feladat megtanítani. Mi van azokkal a diákokkal, akiket te megtanítottál arra, hogy hogyan tanítsanak? Tehát mik a visszajelzések? Mit tapasztalsz, hogy ez a küldetés, amit te kitaláltál magadnak, végigvittél, az a tanítványaidból hogyan jön vissza most? Sokan rajzolnak, és ezzel igazából a zeneelemeknek olyan világába bújnak bele, amit mondjuk egy összhangolattan elemzéssel soha nem lehet megtanítani. Tehát egy olyan zenelmélet tanítással, ami ilyen száraz, kockafejű zenelmélet tanítás. Viszont ahogy láttuk, hogy ugye ott van a formatan rögtön, ott van a hallamat, allamat, ott van minden apró lényeg, minden benne van. Mi kell hozzá? Egy radar, egy ceruza, vagy egy akár, vagy most a monitorom ugye valójában is lehet rajzolgatni, és rögtön ott vagyok, rögtön rá vagyok delejeződve a zenére, a komoly zenére. Tehát rajzolgatnak. Akkor sokan úgy vannak, hogy mondja, hogy tanár úr, én mindig vezénylek az órán, és írtam neki vissza, hogy ugye nem vezényelsz. Ja nem, csak ugye kezemmel mozgok. Ez is nagyon sokat jelent. Másik pedig az, amit itt is említettem, hogy nincsen csend. Nekem is az utóbbi időkben már voltak olyan gondjaim az osztályokban, hogy legszívesebben megkértem volna, hogy a folyosón kint várja meg az óra végét. És nem lehet mit tenni. És ezért sajnálom most a mostani énekzetet tanárok meg, akik, sőt a tanítványaim közül nagyon tehetséges, nagyon ügyes, nagyon okos, nagyon jó zongorista, nagyon nagy lélek, fiatal lányok kikerültek 8. osztályba valahova, és írták vissza a főiskolás tanítványok közül, hogy tanárról azt hiszem, hogy tovább nem bírom a következő évet elkezdeni. És miért? Ugye? Itt van egy olyan dolog, hogy amit nekem ugye azzal a csenddel az a gyerekek oda mondott rögtön első éves tanárkoromban, hogy már akkor az voltam, hogy maradj csendbe, és ezért bár volt olyan óra, hogy nem töröltem semmit, mert nem volt csend. De ez olyan volt, hogy megkapartam a táblát mind az apácasóban, és akkor... De nem bírtam tanítani, mert azt mondtam, hogy hát ha nincsen, akkor is mi csinál. És elment az óra híre egyik iskolában, nem a főiskolán, egyik óraadói munkában, hogy mit csináltak hozzá? Semmit. Jöttek a másik osztály, tanár, most se csinálunk semmit, mondom, nem. Hát miért? Dehogy nem. De hát ők nem tudják, hát mert nem maradtam normálisan csendben. Tanár, mi jobbak leszünk? Úramisten, megért az előző órat, így kékszem, hogy nem sikerült. Nekem sem sikerült. És következő órán már jobbak voltak. Következőben azt mondták, hogy maradj már csöndbe. Az volt a zaj. De az, hogy így van-e mindenféle műzete, hogy mindig hadakozni, és egyik kedves, nem tudom, kivel beszéltünk most, lehet, hogy a Tinivel beszéltünk itt, hogy ki égnek a pedagógusok, miért égnek ki a pedagógusok? Mert nincs csend az iskolában, az órában. És nem lehet ebben mit tenni, érve lehet mit tenni, kaparni a táblát.
Vagy a másik, amit ugye az a kis óvodás gyerek csinált, ugye, hogy játszani vele, és játszani vele, és szeretni. És a diákot csak szeretni szabad. Volt olyan gyerek, hogy semmit nem csinált, mondottam, de hányos volt kapni? Hát nem fiasztam. Az ötös biztos, hogy nem tudok adni, egyes biztos, hogy nem adok, kettes meg miért adjuk a légy rosszabb, mint az az egyes, hármas jó lesz, talán lehet, négyes lehet. Most mondja, énekből, énékzenéből. És nem egy volt olyan ilyen, ezek közül, akik visszaírták, hogy talán magából azt vissza kell 15-20 év múlva, hogy nagyon szerette azt az zenét, hát akkor már ezt én szeret. És nem kell több, de amit valami kimondta, hogy nem művészeket képzünk, zongora művészeket képzünk, meg hegedű művészeket képzünk, hanem komoly zene szerető embereket, gyerekeket, majd adja a zeneiskolába a gyerekét. Szép hosszú volt, és én most ezért kérdezem meg a fiúkat, hogy maradt-e ki valami ebből a filmből, illetve mennyire volt könnyű vagy nehéz megvágni, akkor a nyersanyagotok volt egyébként. Hát igazából biztos, hogy maradt ki, de nagyon sok minden maradt ki. Ugye általában ilyenkor forgatunk egy interjú részletet, és hát most azt mondom, hogy szerintem ez is egy olyan, tehát ahogy többször forgattunk, tehát egy ilyen 6-7 óra biztos, hogy volt, ha nem több. És ami a legnehezebb volt, az pont az archív anyagoknak a beszerzése. És ugye, amit az Imre mond, arra megtaláljuk a megfelelő képsorokat az archív anyagokba. És hát ott volt egy 10-15 óra biztos, hogy egy nyersanyag, amit végig kellett pörgetni, és megtalálni azt az egy pontot, vagy azt az egy momentumot, ami alá támasztja mindazt, amit az Imre mond. Hiszen egy portréfilmnél vagy egy dokumentumfilmnél az a jó, hogyha nem csak elmondják, hanem meg is mutatjuk ezeket a dolgokat. És szerencsére nem hagytuk az Imrét, mert folyamatosan nyaggattuk, hogy Imre még próbálj meg valami archív anyagot összegyűjteni, mondjuk az iskolás tanításaiból. Hát biztos, hogy van valami. Idő után jött, és akkor azt újra végignézni, és akkor tulajdonképpen, ha most mindent összevettünk, egy 20 órás nyersanyagot biztos, hogy átnéztünk, amiből lett egy 57 perces film. És az egyik legnehezebb dolog tulajdonképpen a portréfilm készítésnél mindig a vágás. Tehát, hogy bemutassunk egy személyiséget olyannak, amilyen ő valójában, és egy emberi életutat 57 percben, vagy fél órában, vagy 52 percben, szerintem ez az egyik legnehezebb dolog, és úgy, hogy ez kerek egész legyen, és úgy, hogy azt a fajta élménypedagógiai módszert, amit az Imre is csinál, az ne csak elmondja, hanem láttassuk is, illetve akár a kórusokkal való fellépéseket. Úgyhogy ez a legnehezebb rész szerintem, mert ugye volt pandémia is, ami egy kicsit visszavetette a dolgokat, mert hogy látszik, 2019-ben kezdtük el forgatni a filmet, tavalyi év végén, december végén fejeztük be, és hát még egy-két kisebb finomítás volt az elmúlt hónapokban, úgyhogy igazából ez a nehezebb része. Hogyan osztottátok be a munkát? Szerintem, nem vagyok filmes, de szerintem egy portréfilmet csinálni az meglehetősen szubjektív dolog. Gyeri Kortot is az, tehát ki döntött el, vagy hogyan oldottátok meg, hogy szerintem ez a momentum fontosabb, szerintem az, hogyan osztott meg ez a munka, és konszenzusra hogyan jutottatok? Hát most már a filmkészítési munkamódszerünk egy picit átalakult azóta, hogy mindenhol család van, úgyhogy meg ráadásul egy ideje valahogy úgy alakult, hogy párhuzamosan vannak futóprojektjeink, úgyhogy én most éppen egy másik filmet vágtam elsősorban, és a Ferire hárult ennek a filmnek a vágása elsősorban. Ilyenkor meg az a munkamódszerünk, hogy elkészítünk egy nyersanyagot, egy nyersvágást, és akkor elküldjük a másiknak, átnézzük, akkor jól összeveszünk, vitatkozunk, kiszedjük, beszedjük. Most már az nem történik meg, ami korábban, hogy amíg a másik nem figyel, vagy nincs ott, addig átvágjuk az anyagot, mert ugye egy helyen van a projektmunka. Tehát, hogy ez így már nem működik, úgyhogy azt tudjuk csinálni, hogy akkor én mondom, hogy ez így nem jó, ő meg betadja. De hogy nagyjából ez így formálódik, egy picit lehet, hogy így hosszadalmasabb is a dolog, de másrészt meg hatékonyabb, mert hogy tényleg nagyon-nagyon sokáig tudtunk vágni korábban filmeket, meg anyagokat. Most azért így megpróbáljuk így felosztani. Tehát, hogy ez volt a mostani munkamódszerünk.
Egy portréfilmnél óhatatlanul felvetődik, hogy azért mégiscsak megmutatjuk az illetőnek. Mikor mutattátok meg? Tehát mekkora készültségben volt a film? Most ugye ezt mondjuk, én is folyamatosan kézzel beszélek egyébként. Állandóan. Tehát mikor mutattátok meg, és volt-e surlódás? Tehát volt-e olyan, amire az Imre azt mondta, hogy hát ez inkább ne, vagy ebből többet? Mennyire tudtatok így hármennyit dolgozni? Tavaly évvégén mutattuk meg tulajdonképpen a filmet karácsonyra, tehát ez karácsonyi ajándék volt az Imrének. Úgyhogy nagyjából akkor készültünk el úgy, hogy hát maga a filmnek a nagy része már megvolt, ezt mondom 90-95%-a, és már csak ilyen hangfinomítások voltak. És emlékszem, hogy az Imre akkor talán írtál egy üzenetet, vagy telefonon beszéltünk, de nem is tudom, de azt mondta, hogy neki ezt így visszanézni, tehát önmagával szembesülni és ezeket a dolgokat átélni, hát hogy ez egy szerencse, vagy nem tudom, valami ilyesmit használ. Úgyhogy szerintem nem volt semmilyen ilyesfajta súrlódás. Közben az Imre is beletanult persze a vágásba az elmúlt időszakban, úgyhogy már amíg pandémia volt, addig ő is készített otthon kis videókat. És hát igazából szerintem semmilyen nem volt, mert egy idő után tényleg az Imre is azt mondta, hogy érzékel, hogy ez miért oda került, hogyan építkezik a film, tehát van egy éve ennek a filmnek is, mint a legtöbb filmnek, és amit ő is mondott, vagy amit ezelőbb is ismételtem, vagy elmondtam, és most ismételem a magamat, hogy tulajdonképpen azt, amit ő elmond, azt próbáltuk visszaadni képsorokkal is, és valahogy fel volt építve a film, úgyhogy én bízom benne, hogy az Imrének is ez a dolog így tetszett, de semmi abszolút nem volt semmilyen súrlódás, úgyhogy hát ha lett volna, akkor is így maradott, mint persze. Az volt nagyon érdekes, hogy kértek csomó anyagot, hogy egyébként biztos, aki már hasonló cipőben járt, azt tudja, hogy így van. Összekutattam a régi, nagyon régi ilyen fekete-fehér fényképeket családról, szüleimről, mindenféle, ugye, és akkor elküldtem minden, küldtem, és akkor amikor megláttam, és mondják, hogy készen van a film, ugye mit szólok, hogy megnézem, akkor ugye első látásra az volt, hogy ebben semmi nincsen bent, ugye? Tehát abból a sok apró dologból semmi, és azt mondtam, hogy de nem is kell vele. Mert valami olyan gyönyörű, most nem rólam van szó, hanem az ő munkájukról, olyan gyönyörű ívet érzek ebbe az egész filmben, hogy mindig van egy picit megfogó, aztán a puff egy új rész, tehát nem unalmas, azt érzem. Mindig van egy kis rész, és akkor van az egésznek, ami nekem szimpatikus volt, hogy az én lelkemet találták-e. Annyit szeretném mondani, hogy nyilván ez egy olyan verzió most az Imréről, ami rajtunk keresztül szűrődik. Tehát, hogy biztos, hogy lehetne ezer másikféle változat is, és ez gyakorlatilag az összes portré filmben, meg az összes portré alanynál látszódik. Tehát ez a verzió most egy olyan verzió, ami rajtunk keresztül jelenik meg. Nyilván van ezer másik nézőpont, lehetne mást kiemelni, másokat berakni, máshogy felvenni, tehát ez most egy szubjektív szűrő rajton keresztül, hogyha most az Imre megerősít minket abban, hogy ez az ő személyiségéhez, meg lelkéhez is közel áll, akkor annak nagyon örülünk, de hogy ez igazából akkor a közös lelkünk, mert hogy ez az alkotás ugyanannyira, amennyire az Imréről szól, szerintem rólunk is szól az Imre személyén keresztül. Nem tudom, hányan emlékeznek a plakátra, a meghívóra. Én csak a Facebookon láttam, de egy fej, amiben hangjegyek, kották, zenei szimbólumok vannak. És azért érdekes, mert nekem ez nem tűnt fel, amikor ez szembe jött velem, hanem akkor esett le, amikor néztem a filmet, és valahogy az a kifejezés jutott eszembe, hogy bocsánat, hogy így fejezem ki, ennek a fickónak a bőréből párulok a zenét. És lám a plakáton az a kép volt, amelyiken szinte valami hasonlót lehetett látni. Mire először megláttam a plakátot, azt mondta, hogy ennél jobbat róla, biztos, hogy tudhatod róla.
Ezt az agorás marketinges kollégák rakták össze, úgyhogy őnekik köszönet ezért, tényleg szerintem is zseniális és kreatív dolog, tehát ugye ez belső munkatársak voltak, és nagyon nekem is nagyon jó, és talán még itt a mozis ablaküvegeknél biztos, hogy le lehet kaparni egyet-kettőt, mert hogy helyeztünk ki itt is. Egyetértesz ezzel egyébként? Igen, ez fantasztikus. Bár úgy gondolkodtam, hogy hogy fogják majd ők, ugye, hát, és nem reklámozni idézőjelben, hát meghívni az érdeklődőket, és mi lesz rajt, Egy vezénylésen, vagy mi lesz rajt, egy kórus, vagy egy kottaké, vagy mi. És mikor ez, hogy az embernek az agya, az ott van tele zenével, ennél szebbet nem lehet szerintem. Nem lehetett volna hozzáadni, hogy ez. Most még mielőtt elfejteném, pedig ezt megfogadtam, hogy fogom mondani, hogy nagy szeretettel köszönöm a könyvtár jelenlegi és az előző igazgatónőjének is azt a segítséget, hogy ez a sorozatom az működhet, és hogy mellém álltak a Ferivel együtt, és hogy ez nyugdíjas éveim után, de azt mondhatnám, hogy újabb, új életre születtem. Nekem azért érdekes ez. Nem azt mondom, hogy talán nem átkeresedik, ha jól láttam, meg talán az Éva is itt van. Igen, köszönjük. Nekem azért érdekes ez, mert én azt gondolom, hogy ez a 21. század, ez egyre jobban zár. Tehát zárnak a személyiségek, kevesebb a közösség, és azt felvállalni, hogy egy ilyen galopozó fickó kiáll idegenek elé, az nem kis dolog, és erre vannak tevők. Tehát, hogy ez számomra azért nagyon érdekes, hogy ezek szerint van erre idény. Gondolom, hát igen, mert szóval mindig azt érzem, hogy ha még a másfél óra után még egy fél órát tartanám tovább az előadást, akkor se kellének föl, és ez már olyan hogy mondjam, felelőtlenség a hallgatósággal, hogy nem igaz. De volt már úgy, hogy mondtam, hogy hát akkor most itt hagyjuk abba, és majd folytassuk. És mondtam, hogy akkor folytassuk. Volt egy-kettő, aki mondta, hogy nyilvánvalóan egy másfél az nagyon hosszú. De le a kalappal a közönségről is, és hogy én mindig azt, aki sokkal vannak itt pedagógusok, hogy ha az ember azt érzi, hogy szívják az agyát, vagy szívják az érzelmeit, vagy szívják a lelkét, mert jó értelemben a hallgatóság, a diákjai, akkor bármire képes. Ezt mondom. Tehát ezt ugyanígy egy asztros, vagy egy sebész, vagy akárki, egy kőműves is azt mondják neki, hogy gyönyörű volt ez az épület, vagy ez az egyes építmény, vagy század. És ott is az van, hogyha az ember még a kórus próbáimnak egy pillanatra, hogy olyan lelkes kórus tagjai vannak, hogy van, amikor majdnem elmúlik már másfél, és akkor valaki mondja, hogy hát most már ne tartsunk szünetet, mert most már úgyis van még 20 perc, aztán akkor, hogy ez a fantasztikus az emberből átadni kérés, hogy adjál még, vagy még jó együtt lenni veled, az nagyon jó, és én nekem velük, ugye talán nekik meg velem. Feri Zoli, mi lesz ennek a filmnek most a sorsa? Hol lehet majd látni? Viszitek-e fesztiválokra? Mi lesz a jövője? Hát most hétvégén pont a Vépen a Vasfilmen fogják vetíteni ezt a filmet. Aztán Nemesbődön május közepén, ha jól emlékszem, május 19, és júniusban pedig Répcelakon egy ilyen háromnapos magyar filmes fesztivál közepén, ott fogják még vetíteni. És hát ami még biztos, hogy hát ahova hívják, akkor szívesen visszük ezt a filmet egyrészt. Másrészt meg mindenképp szeretnénk elindítani pályázatokon, filmes pályázatokon. Úgyhogy lehet, hogy merre, azt még nem tudom, mert általában ilyenkor Budapest, Gomló, Szombathely, Vép, Zalaegerszeg, az ország másik végül is, tehát ahova lehet, próbáljuk eljutatni a filmet majd, hogy minél többen lássák. És hát bízom benne, hogy esetleg a
különböző televíziókra is, és talán sikerül eljutatni ezt az alkotást. Ez majd a későbbiekben kiderül. Imre? Sorozat folytatódik? Mi lesz tovább? Hogy új ötlet? Milyen sorozat? Hát ez látni valami. Az mindig, igen. Most 28-án az Orff Carmina Buránát fogom elemezni, hát aki ezt hallotta már, eddig majd tőlem fogja hallani, az biztos nagy élményben ezt nézze, már az én mozgásaim révén is. Egyéb ötlet? Hát szeretnék egy operasorozatot indítani ősztől, mert ugye mindig azt hisz, hogy az operákat, azokat, hogy a gyerekkoromban, vagy fiatal tanárkoromban olyan felvételeket hallottunk, hogy az ember tényleg azt mondja, hogy kintornás volt az opera, a szólista, meg a csak azt mondja, hogy csak operát. Ne? Viszont most már a YouTube, meg mindenféle más digitalizált dolgokban olyan opera előadásokat lát az ember, hogy hihetetlen. És most azokban bele nagyon, nagyon sok titok van az operákban, hogy ott meg a szöveg sokat vezet. Nagyon sok titok van benne. Szeretném megcsinálni még, talán egyszer még sikerül, a Rossini Stabat Matert. Azt már elkezdtük tanulni a Merkel kórussal, meg a zenebarátok kórusával még régebben, 15-ben, 4-ben, vagy valamikor ilyen időben. És azt még majdnem megtanultuk teljesen, már csak pár hónap, áprilisig dolgoztunk vele, és úgy abban maradt, de az még egy nagy vágyam. Az még egy nagy vágyam. Talán össze. Hadd kérdezzem meg a közönséget, hogy tegye fel a kezét, aki volt már az Imre előadásán. Újjé! Jó, akkor most azt tegye fel a kezét, aki énekelt már az Imre keze alatt. Ez bizonytalan vagyok. Igen. Bevallom őszintén, hogy ezt nem beszéltük meg, ez 3 perce jutott eszembe. Imre, mi lenne, ha megénekeltetnéd? Nem lenne rossz. Én most, de előtte elfordulok egy kicsit, és szoktam így mondani a gyerekének, hogy most azt tegye fel a kezét, aki szeretne az én kórusomban énekelni a jövő héttől. Nem nézek hátra. Igen, mert ugye ez egy nagy kín nyilván az embernek, hogy mai világban kórust szervezni. Hát ez egy új kórust nagyon nehéz. A kislányom jelentkezett. Aranyos! Van aranyos, bármikor szíves. Van egy aranyos kislányunk, egyik kedves kórustagomnak a leánya, aki már szeretett velünk rendesen. Sőt, még a... Igen! Amit még a fiúk is el tudnak érni. Na. 3 szólag, jó? Én ide fogok társulni. Mindenkivel egyben. Ég a város, ég a ház is, nem is egymás, hanem száz is. Tűz, tűz, jaj, de messze a tanár is. Ég a város, ég a ház is, nem is egymás, hanem száz is. Tűz, jaj, de messze a tanár is. Most úgy játsszuk el, hogy a tűznél mindenki felállt. Utána meg lejött. Ég, elsőszor a másodikon. Ég a város, ég a ház is, nem is egy ház, hanem száz is. Tűz, jaj, de messze a tanár is. Valaki nem értette a kérdésben, hogy fel kellene állni. Ég a város, ég a város, ég a ház is, nem is egy ház, hanem száz is. Tűz, jaj, de messze a kanál is. 5-ös alá, ott 4-es. Ég a város, ég a ház is, nem is egy ház, hanem száz is. Tűz, jaj, messze a tanár is. 100%-osak csillagos 5-ös.